Maglódon a trianoni emlékműnél Kérges László, a város alpolgármestere mondott emlékező beszédet. Ebben kiemelte, hogy még ma is nagyon sok embernek okoz fájdalmat Trianon. Még mindig élnek emberek félelemben Trianon miatt. Hozzátette, Trianont, mint történelmi eseményt el kell fogadnunk, és nem állhatunk bosszút érte. A beszédben az is elhangzott, hogy sajnos a világot nem érdekli, hogy milyen igazságtalanság történt a magyarsággal Trianonban. Egyedül az érdekli szomszédainkat, hogy bármiáron, akár történelem hamisítás árán is megtarthassák javainkat. Az első világháborút lezáró trianoni békediktátumba bele volt kódolva a második világháború, de talán ennél több is. Az alpolgármester azt is elmondta, hogy Trianonban Magyarországot halálra ítélték. Azonban innen úgy tűnik, hogy a gyalázatos trianoni események után bíráink éppen öngyilkosságot készülnek elkövetni. Itt a csonka hazában mi még élünk és megvagyunk, bíztatva, segítve és sokszor befogadva a kívülreket nemzettársainkat a túlélésre. A beszédet követően a Vermesi Péter Általános és Alapfokú Művészeti Iskola megemlékező műsorát tekinthették meg az egybegyűltek.